vagyunk Alsó Zsolcán, a híres Alsó Zsolcai Fenékhegynek a lábánál. Egyébként egy kicsivel messzebb már a Sajók, az utca szélén pedig az egyik Alsó Zsolcai cigánytelep kezdődik. Ez egyébként Natura 2000-es természetvédelmi terület is. Azért jöttünk ide, mert olyan információkat kaptunk, hogy ennek a szeméthegynek a keletkezésében nem csak a lakosság, hanem az önkormányzat is ludas. Azt hallottuk, hogy tavaly szeptember óta hordták ide a különböző zsolcai területekről traktorokkal, közmunkásokkal is a szemetet, sőt felszólították a lakosságot is, vagy legalábbis mondták neki, hogy nyugodtan lehet ide szemetet hozni, csak egy kupacba, és ez majd el lesz szállítva. Erre nem került sor, mi is elkezdtünk az önkormányzattal levelezni. Két dolgot kérdeztünk, miért hordják ide pont a szemetet erre a területre, illetve hogyha már ide hordták, miért nem szállítják el. Azt a választ kaptuk, hogy ez magánterület, tehát az önkormányzatnak nincsen kötelessége innen elszállítani a szemetet, illetve hogy nincs is meg a tulaj, de folyamatosan leveleznek vele. És azért jöttünk ide, hogy hát ott találunk, bár félnek az emberek, féltik a közmunkát, a közgyógyellátást, mindenki kiszolgáltatott azért nyilván a helyi potentátoknak, de bízunk abban, hogy néhány embert meg tudunk kérdezni, és hát ha lesznek olyan emberek, akik lehet, hogy a nevüket vagy az arcukat nem vállalják, de elmesélik nekünk, hogy mit tudnak erről. És igaziból hallottunk is jó pár olyan történetet, ami megerősíti ezt, hogy megpróbálunk segíteni. Céggel felmérettük 50 köbméter szemét van itt a területen, ennek kb. 840 ezer forint lenne az elszállítása. Rendesen be van kamerázva is a rész, úgyhogy már ez is egy picit iteltelenné teszi azt, hogyha ezt mind a lakosság hordta volna ide ezt a rengeteg szemetet, akkor miért nem tudják büntetni őket. Egyre inkább megalapozottnak látjuk azt, hogy ezt az önkormányzat kezdeményezte. Megtaláltuk egyébként a terület tulajdonosát is, úgyhogy majd vele is beszélünk. Mióta gyűlik ez itt? Itt már lassan egy éve lesz most. Olyanról hallott, hogy esetleg maga az önkormányzat hordana ide szemetet? Volt szóval, hogy nyolzott már az önkormányzat is hozta, hogy is hulladéket, faulladéket, meg mit tudom, miket. Aha. Az előtt hozták. És ezt mivel? Ilyen autókkal? Autóval. Mutatj még valamit. Ez önkormányzati autó, amit itt látunk a képen? Ez ilyen közmunkásos autó, ez az a Zsolcai? Ez az. Mert itt, akkor itt sikerült Lencse végre kapni, ahogy a polgármesteri hivatalhoz. Tavaly szeptemberben kezdődött el, hogy a közmunkások dolgoztak és szedték össze a pályában lévő utcákból a szemeteket, és akkor egy pár traktorral elkezdtek oda leönteni, és azután persze, akik látták emberek, nem tudom, honnan vették azt, hogy oda lehet öntözni, és elkezdték a többi emberek is öntözgetni arra a kukából való szemetet. És ami volt a terület a buszmegállónál, ahova hordták akkor is az akkori romákkal a szemetet, mivel nem vitték tőlük el. Azt a polgármester, hogy ne legyen szem előtt, az ide hordott a Dankó Pista útra. Meg ami volt régebben a rét, a réten is voltak ilyen hulladékok, azt is mind ide hordotta. Milyen link az utcára, talicskával, meg traktorra. Hogy ne lássák a földfelmérők, hogy milyen szemét kupac van ott. Itt meg nincs szem előtt. Mert azelőtt még volt, amikor mi építkeztünk, hogy mondtuk, hogy a telkéket is megvásárolnák az emberek, akkor még volt ez a szoszpol, hogy abból építkezhetsenek oda. Úgy felett akkor, hogy nem lehetett, nincsen tulajdonos a tele. Hát az elmúlt években az előző polgármesterasszonnyal, illetve a most regnáló polgármester úrral és a jegyzővel is több alkalommal személyes találkozás volt, megbeszélés annak tárgyában, hogy mit kezdünk ezzel a területtel, mert ugye ez ugyan én vagyok ennek a területnek a tulajdonosa, de itt elsődlegesen ez az illegális szemétlerakás gyakorlatilag nem úgy gondolom, hogy nem az én kompetenciámba tartozik. És akkor végig mindig az volt mondva, hogy nincs meg a tulajdonos. Igen. Nem lehet ez. Se kiparcellázni, se semmit csinálni. Igen. Csinálnak ide szoszportos házat és az embereknek, mert hát ugye sokan nem szeretnék elköltözni nagyon feljebb.
azt, hogy látták ezt a nagy telkát, hát kérdezték a vállalkozókat, hogy ide nem lehet csinálni egy kertházat, vagy kettőt, és mi azon válaszoljuk le, hogy ez az önkormányzaté, vagy nincsen gazdája ennek a telepnek. Az önkormányzattal a szemétárgyában, mint említettem, több alkalommal is beszélgettünk. Mindig sajnálattal közölték, hogy próbálják ezt a problémát orvosolni. Sajnos nem igazán sikerül ebben közös nevezőre jutni. A polgármester nem tudja ide csinálni, mert valaki vezébe van. Ezzel 10 éve hogy csinált ide pályát akkor? Hagyjál is, az akkori polgármester asszony az rendben is tette itt az egészet, mert lefölnyelte szépen. Rakott ki pályát, tényleg gyerekeket játszótért akar csinálni. Hát csak ugye most, hogy leváltották, most meg ugyanott járunk, ahol az elélelünk. Az ott élő szegregációnak egy focipályát alakítanak ki ezen a területen, amire még az előző polgármester asszonnyal beszéltünk, fölvettük a kapcsolat, tehát közös elhatározás volt, hogy ezt létesítjük, ehhez tervdokumentáció teljes egészében rendelkezésre állt, volt, ha jól tudom, testületi határozati döntés ezzel kapcsolatosan, hogy ugye az új polgármester Szilágyi úr került a településnek az élére, a jelző úrral együtt került sor erre a beszélgetésre, és ők megerősítették abbéli szándékukat, hogy ezen a területen focipályát létesítsenek. És azokra a tervekről, hogy itt akkor ilyen focipálya lenne, meg hasonló, ezekről az önkormányzati tervekről hallottak-e? Hát sajnos erről hallottunk, de mindig az volt a válasz rá, amikor egy komoly kérdést tettek fel, például a kisebbségtől is, hogy csináljanak ottan bitumenből legalább pályát a gyerekeknek, úgy feleltek rá, hogy akkor nincsen meg a gazdája ennek a teleknek. Ismét az önkormányzat levelet írt, tehát megkeresett arra vonatkozóan, hogy ott ez a szemét, ez tarthatatlan állapot, továbbá az önkormányzat felé szintén tájékoztattam, hogy közösen üljünk le, illetve hát tartsunk valamiféle közös brainstormingot, hogy lehetőség nyíljék arra, hogy ez, tehát ötleteljünk azzal kapcsolatosan, hogy mit lehet tenni, na tehát ez a lényege a történetnek. És keresték önt ilyen és akkor, leüléssel kapcsolatban? Hát ezzel kapcsolatosan nem, hanem határidőket szabtak meg, hogy ekkor és ekkor történjen a szemétnek a elszállítása. De akkor nem ön zárkózott el itt? Nem zárkóztam el, sőt annyira nem zárkóztam el, hogy földmérőket vitettem ki, azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehetne ezt az utcát bővíteni, vagy kitolni, hogy több ilyen lakás épülhessen. Az önkormányzat a lakosság segítségével végezte a szemét összerakását, és ezt a szemetet az én területemre helyezte el. Sőt, még ilyen jutalmazási kereteket is öltött ez a történet, hogy aki a legtöbb szemetet szedi, az valamiféle jutalomban fog részesülni. Mészáros megragad mindenhol, úgy látszik. Minden felületen beágyazódik egyből. Hát abból a pénzből semmi sem, nem is lett itt semmi sem belőle. Utána minden is szépen, azt mondja, hogy zsebbe tönkre ment.